Farsangi ünnepet tartott a Bonyhádi Gondozási Központ az idősek klubja tagjainak számára. Az eseményt minden februárban hagyományosan megrendezik. Ezzel a mulatsággal búcsúztatják a telet és szórakoztatják az időseket, mondta Hang Beáta. Most a jövőt szeretnénk bemutatni, ahogy mi elképzeljük, ugyanis polgármester asszony már elmondta, hogy megvásárlásra került egy új ingatlan, ahol egy új idősek otthona fog épülni, így bővülni fogunk, egy 51 fős intézményt készülünk létrehozni, és akkor egy kicsit ennek a fényében szeretnénk bemutatni a jövőt. A szervezők jelmezes műsorral készültek. Az idősek klubja dolgozói számára kifejezetten fontos, hogy a szépkorúak hasznosan töltsék el a szabadidejüket. Talán visszaidézzük neki a fiatalabb korukat az időseknek, és hát hogy kikapcsolódnak itt a farsangon, ugye találkoznak újból egymással, egymást látják, meg tudnak különböző dolgokat beszélni, ami a hétköznapokban történik velük, és jól érzik magukat nálunk szerintem. Klem Józsefné augusztus óta tagja az idősek klubjának, elmondása szerint a közösségben rendkívül jól érzi magát. Minden elismerésem a gondozónőké és a társaságé, és nagyon jól érezzük magunkat mindig a műsorukon, és mindig nagyon kedvesek, és nagyon nagy szeretettel fogadnak bennünket, úgyhogy nagyon jó érzés. A szervezők hagyományokhoz híven a jövő évben is megtartják a farsangi mulatságot.